Na most csak ugrabugrabu, jócska. Most lemérjük, hogy hány méter. Na, mit tudom én, mennyi van? 6. A romani dizájnt azt 9 évvel ezelőtt kezdtem el, és ahogy mondtam, ezzel az volt a célom, hogy egy olyan kommunikációt nyissak, egy olyan új csatornát, amelyben a roma közösség, a roma kultúra másképp jelenik meg, egy más metódusban, más imidzsel, más tartalommal, mint ahogy eddig gondolkodhattak az emberek a romákról. Nagyon fontos, hogy az emberek valódi tartalommal találkozzanak. Ez segít abban, hogy azokat az elvítéletes vagy netán rasszista látásmódot fölülírják, amik kisebb mértékben olykor-olykor fölüti a fejét Európában. És hát sajnos van, ahol picit ez magasabb tendenciákat is mutat. Amikor a romani dizájnt elkezdtem, akkor is tudtam, hogy számomra fontos, hogy a társadalmi elit számára készítsek egyedi, exkluzív ruhadarabokat, és erről a területről mai napig nem mondtam le. Tehát ez egy nagyon fontos és nagyon kiemelt része a mi működésünknek, és emellett készítünk természetesen olyan ruhadarabokat, amelyek a kifejezetten a roma értelmiség, a roma fiatalok számára van számva. És azt gondolom, hogy azzal, hogy ők olyan lehetőséget kapnak, akár egy kiegészítő vagy egy ruhadarab kapcsán, hogy ezt bevihetik a saját otthonukba, ezt viselhetik, megérinti őket, és én abban hiszek, hogy ez elindíthat egy olyan folyamatot, amikor másképp tud már gondolni a romákkal kapcsolatos teendőire, vagy feladatokra, vagy gondolkodásra. Amikor elkezdtük a romani dizájnt, akkor többször voltak olyan élményeim, ahol az emberek azt mondták, hogy ezek cigányruhák, és ez sokszor volt pozitív és negatív fölcsengésű is, és igazából én ennek mindig örültem, mert ez azt jelentette, hogy az emberek ismerik, be tudják azonosítani, és tudják kódolni ezeket a ruhadarabokat, és ez az üzenet szempontjából, amit én át akartam adni, rendkívül fontos volt, hogy tudják azonosítani. Tehát engem nem bánt, hogyha azt mondják, hogy ezek cigányruhák, hiszen valóban annak szánom őket, hiszen ez a cigány kultúrából, a cigányviseleti kultúrából táplálkozik, és számomra minden egyes ruhadarab egy-egy átadott üzenet, amely célba ér. Édesem, csak lélegezz, mint a túlvilág, táncba csalsz, most égszűfő, szépen fáj a tán. Gyorsulód is mindenem, mint az ölelés, épp a vége egy rövid, bőcsbe lehűlés. Az apai és az anyai ági családom is Romániából érkezett Magyarországra, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nőttem föl, ott jártam általános iskolába, és a középiskolai tanulmányaimat kezdtem el Budapesten. A családom az Cérhár és Lovári kereskedő család, főként az apai ági családom foglalkozott kereskedelemmel, lótartással, és az anyai ági családom kertműveléssel és állattartással foglalkozott.
Én nem arra készültem, hogy híres ember legyek, mai napig nem is ez motivál, és nem is ez érdekel, hanem igazából bennem, én úgy emlékszem, hogy egy olyan motiváció volt egész kicsi koromtól kezdve, hogy szerettem volna valami olyasmit csinálni, ami hasznos a közösségemnek, amivel segíthetek embereken, tehát hogy engem mindig ez a segítő munka érdekelt, és aztán tinédzser koromban fogalmazódott meg teljesen végleg bennem az, hogy mindenképpen szeretnék a saját közösségemért tenni, és azt az örökséget, amit a nagyszüleimtől és a szüleimtől kaptam, azt mindenképpen szeretném megőrizni és továbbadni. Adi, a virági morábhely neki barátkénye, Afrikába szászi. No. Kászászi jó, barátkénye, Adi Afrika. Ja, igen, de Judit, igen. No. Ameddig jön, akkor Facebook-tú men gileven sokáres. Aha, mi? Mm-hmm. Én múri mámi, nagyon sokáres gilebár. Nem, mert sokáres. Én mamák idej. Akkor ti szólás, mindig te gilebár lász, akkor fejloker lász a mámi. Sokáres gileven, sundja. Volt én nékem, Istenem, szép jegyesem, kedvesem, egyszer nagyot fújt a szél, azóta mással él. Van de nékem, Istenem, hol lehet a kedvesem, ragyogjon néki egy csillag, mutas az utam. A romani indulása óta együtt dolgozom a hugommal, Varga Helenával, aki a táskatervezésben és a mintakészítésben nagy segítségem, illetve az édesanyámmal, akinek van, amellett, hogy a bizonyos varrási feladatokban is besegít, van egy saját mini projektje a romani dizájnon belül, ő készíti a romani kézműves babákat, illetve hát a kezdetek óta nagyon fontos volt egy jó szakemberekből álló csapat összeállítása, és ennek érdekében saját képzési projekteket is indítottunk, és ennek köszönhetően mai napig együtt dolgozom a Varodában olyan kolléganővel, aki nagyon sokat segít a ruhák kivitelezésében, illetve vannak úgynevezett bedolgozó munkatársak, akik akkor jönnek el, hogy amennyiben szükség van rájuk. Meg lehet, hogy elég hátra, vagy lehet, tudod, hogy mi kéne, hogy a fodrokat rátenni valami rózsás anyagból. Hát legyen az. És akkor nem tudom, fekete rózsásból, tudod. Mert van fekete rózsás. Jó. Ez jó lesz. Hát fodornak elég. Nem is lehet másra nagyon. Akkor ez. Hogy akkor, igen. Hát, hogy akkor ebből benéz meg. Most nézzek. Látod? Nem rossz ez. Tehát, hogy a Romani Design idei 2019-es tavasz-nyár kollekciója a Rebel Spirit nevet viseli, amelynek fő inspirációi az édesanyám és az anyai ági nagymamám. Az ő archív fotói látható a printekben ezeken a egyébként minimalista vonalvezetésű ruhákon.
És ez egy azért nagyon kedves kollekció többek között, mert ezzel az volt a célja, hogy utaljunk arra, hogy milyen fontosak a női példaképek, a női kreatív erőnek a bemutatása, és hát mi itt nagyon, nekünk ők nagyon nagy példaképeink a húgommal együtt, hiszen a nagymamánktól és az édesanyánktól is nagyon sok mindent tanultunk, amit a jelenlegi munkánkban tudunk nagyon aktívan használni és arra építkezni. Muradaki dei. Aha. Murimami. No. To je babuška. Kadi me amari dei. Až se mi nesi kavala. És akkor mindjárt mutatom az anyámat, ő pedig az édesanyám. Ő pedig az anyám. Csukár. Igen. Mm-hmm. Hát ő az édesanyám, és ő pedig a neki az édesanyja, hát az nagymamám. Hát ilyenek voltak fiatalon. Én olyan családban nőttem föl, ahol azért megtanultam, hogy a roma kultúra, a roma ember az értékes, és ebben ugye mindenképpen az segített, hogy én egy tradíciókat követő, a tradíciókat tisztelő és szerető családban nőttem föl, úgynevezett olácigány családban, Magyarországon ezt így mondjuk, és az, hogy én egy értékes ember vagyok, ez számomra sohasem volt kérdőjel. Tehát, hogy ilyen szempontból én önbizalomhiányban nem, emiatt nem szenvedtem, és számomra teljesen egyértelmű volt, hogy érek annyit, mint az osztálytársaim, és hogy nem vagyok semmivel sem kevesebb. De én magam is tapasztaltam, hogy a roma fiatalok, a roma gyerekek valóban egy ilyen identitás problémával és önbizalomhiánnyal küzdenek, és ezen mondjuk nem is lehet csodálkozni, hiszen hogyha nagyon sokáig mondják az embernek azt, hogy te nem jelentesz semmit, te nem vagy értékes, akkor hát kénytelen vagy saját magadról is elhinni, hogy tényleg ez a helyzet. A roma viseleti kultúra elhagyására én úgy gondolom, hogy igazából ez egy életstratégiai kérdés. Ugye minden ember arra azt szeretné, hogy az életben boldoguljon. És egy olyan társadalmi közegben, ahol mondjuk neked állandóan azt mondják, hogy te nem vagy elfogadható így, ahogy vagy, döntéseket kell hozni. És nagyon sok roma család azt a döntést hozta, hogy a sikeresebb boldogulás érdekében megpróbál olyan ruhát ölteni, mint amit úgymond a nem romák hordanak és viselnek, és ettől azt remélték, hogy nagyobb lesz az elfogadottságuk. Az, hogy ez mennyire sikerült, illetve nem sikerült, hát azt látjuk, hogy ez semennyire sem sikerült. Ezért nagyon fontos szerintem, hogy a roma közösségek felismerjék, hogy ne adják nagyon olcsó magukat, és azt, ami érték, már pedig a roma viseleti kultúra, a roma tradíciók mindenképpen értéket jelentenek. Ezért nagyon fontos, hogy ráébredjenek arra, hogy az, ami az övék, az arra való vigyázás, az ő dolguk, és annak az átörökítése is az ő dolguk, és hogy legyen ez bármilyen nehéz, akkor is ez az ő felelősségük. És természetesen persze itt társadalmi, többségi társadalmi felelősségről is kell beszélnünk, hiszen egy nyitott, elfogadó társadalmi közegben az emberek képesek megőrizni és szeretni azt, akik, és képesek egymás mellett békében élni. De ehhez az kell, hogy egy elfogadó többségi társadalom működjön, amelyben azt mondják, hogy te így, ahogy vagy, értéket jelentesz, így, ahogy vagy, a nyelveddel, a szokásaiddal, a viseleteddel együtt elfogadjuk azt, amilyen te vagy, és akkor éljünk együtt, és segítsünk egymásnak.